A hosszú házasság titka a szeretet, avatott be bennünket a gyémánt lakodalmukat ünneplő Németh József és felesége, akik 60 esztendeje élnek boldog kötelékben. A gyémánt lakodalomra február 24-én szerető családi körben került sor. A jeles eseményen tiszteletét tette Komárom polgármestere, dr. Molnár Attila és Takács József képviselő is. Mi nagyon fiatalon kezdtük az életet, és akkoriban, amikor 52-ben esküdtünk, nehéz körülmények között. És megismert a párom egy bizonyos estén, aki mezőtúron katonatiszt volt. Én meg mezőtúron alaktanyában dolgoztam, mint kőművesipari tanuló. Meglátott és megszeretett. Körülbelül 3 hónap múlva megesküdtünk, feleségül vett az édesanyámmal, a testvéremmel, mert özvegy volt az édesanyám, és a legkisebbik olyan iskolás volt. És összeesküdtünk. Én 16 éves voltam, a férjem meg 20 éves volt. Németh Józsefné Ida néni úgy fogalmazott, büszkék voltak egymásra. A nehéz körülmények ellenére mindig összetartottak, és ezt teszik ma is. Házasságukból 2 gyermek született, majd idővel gyarapodott a család, jöttek az unokák és a dédunokák. Vésztőn volt akkor, mikor még megismerkedtünk az édesanyám, én meg úgy jártam haza hetente az édesanyámhoz. Ő eljött, mondta, hogy feleségül akar kérni, és eljött megkérni a kezemet, és mondta az édesanyám, hát kis fiam, én nem bánom, ha ti ezt így akarjátok, de én nem tudok a kislányjal semmit se adni, mert én özvegy vagyok. És azt felelte az én drága férjem, hát drága férjem, vőlegényem volt még akkor, hogy neki csak a lány kell úgy, ahogy van. Ő volt nekem az Isten. A 4 generációs ünneplésen mindenki nosztalgiázott. Németh József úgy fogalmazott, feleségét első látásra megszerette. Esküvőjüket több mint 100 vendéggel ülték meg. Ugye én is katonatiszt voltam, azt mondtam a parancsnoknak, hogy mi a helyzet, meg el kell venni. Házasodunk, mert már a felesége, és hát a lányt nem akarom visszaküldeni a kőművességhez. Mondom, olyan világ volt. Elfelé azt mondta a parancsnokom, hogy akkor mától kezdve szabadságon vagyok, és akkor vegyem el. Ahogy azt az ünnepségen a családtagok elmondták, Ida néni és József bácsi mintaként szolgált számukra. Tőlük tanulták a szeretetet, a kitartást és az összetartást is. Az aranylakodalmokat ülő szépkorúak gondolata most is önzetlenül a családtagokon járt. Azt kívánjuk, hogy a gyermekeink boldogok legyenek, és a szeretet soha ne hagyja el őket. Mert szegényen is lehet nagyon szeretni egymást, és boldognak lenni, mert a közmondás is azt mondja, hogy szeretettel a szegény is gazdag, de szeretet nélkül a gazdag is szegény.